vagyok, felnőttem, s mire? Csak nem 20 általános és középiskolai diák részesült az újbudai önkormányzat kitüntetésében. A jutalmazottak nem csak kitűnő tanulmányi eredményekkel büszkélkedhetnek, többségük példamutató magatartással, sporttevékenységgel is kiemelkedők alkot évről évre. A 8. osztályos Domaházi Nándor elsősorban a reáltantárgyakat kedveli. A városi és országos versenyeken elismerésre méltó eredményeket mutat föl. Szabad idejében sportol, görhokizik és teniszezik. Minden 8 évben eddig kitűnő voltam, és idén is az leszek. Általában matekból, fizikából, az ilyen reáltantárgyakból kapok inkább dicséretet, a humánokból csak 5-öst, mert azokat annyira nem is szeretem. De emellett még sportolok és teniszezem, és még görhokizom is. A Gárdonyi Géza általános iskola igazgatója azt hangsúlyozta, a tanulók nem tudnának ilyen szép eredményeket felmutatni a szülői szeretet és a pedagógusok támogatása nélkül. A szülők érdeme elsődleges és kizárólagos, mert a géneket a gyerekek tőlük öröklik, ráadásul az otthoni szeretet, törődés, figyelem, a nyugodt, biztonságos családi légkör az meghatározó és nélkülözhetetlen. Természetesen ugyanilyen fontos a tanítók és tanároknak a munkája is. Gratulálunk! Molnár László alpolgármester azt mondta, rendkívül fontos, hogy a felnövekvő generáció tudásával, magatartásával hozzájárulhasson a jövő építéséhez. Minden iskolának különösen fontos, és minden iskolai tanulónak különösen fontos az, hogy kiemeljük a jók közül is a legjobbakat, hiszen tudjuk jól, hogy minden gyermek jó tanuló, sok jó tanulónk van, hál' Isten, és ugyanakkor a jók között is mindig vannak a legjobbak, és minden iskolának lehetőséget kell arra adni, hogy megmutassa legjobbjait. A kitűnő tanulók oklevél és könyvjutalomban részesültek.